Költészet apját ünnepeljük ugye a napunkban, talán hétfőn 11-én József Attila születésnapja. Ezért mi mással kezdhetünk, hogy József Attila. Tűz egy járó felhőszálló tengerecki.
bejönk a sziklapartnál. Göncöl szekér útját rúja, ez is színi űrhajója. Harás hallal muzsikában, harcot lép a fagy királya. Siklik villan felhő szélünk, hóholva tengerény. Szilszál, szalma száll, benne jár a pár. Tenger szélén, hegye élén, havas sziklák feredélyén. Borguljong a messzi váló, tűzhegyjáró felhőszálló. Tengerecki, tengerecki pár. Szilszál, szalmaszál, gyere haza pár. Vándor kedved, meddig éled, játszanék már újra véled. Messzeségből hozzám tér meg, tőlem többé el ne téved. Hecki, vecki, tengerecki pár. Szilszál, szalmaszál, gyere haza pár. Vándor kedved, meddig éled, játszanék már újra véled. Összeségből hozzám kémet, tőlem többé elletémet. Ecki, becki, tengerecki, tengerecki, szilszált, szalmaszált. Merre jár, gyere haza pár! Ecki, becki, tengerecki, pár! Szerintem ezt válaszol az 1981-es nagyvárosi koncerten is. Igen, hát nagyon nagy lehetőségünk volt, hogy akkor 81-ben szinte csodálatos évben lehetünk számára azt, hogy 24 koncertet adtuk jelenti a nagyvárosainkban, nem tudom, hogy nem volt ott be, és hála Istennek volt. No, akkor még egy tankosítottunk előre, és egy nagyon játékos költem, érzem. Csináltam egy olyan lemezt, amit csak tankosítottunk előre versek vannak, és hogy akkor megérkezik még Budapesten, bőrönt ötön. Bőrönt ötön, a köröntön, ül a kövön, fekete színű bőröntön. Bőrönt ötön, a köröntön, ül a kövön, fekete színű bőröntön. Arnak áll egy helikopter, lerádiót a riporter. A köröndön, fekete szín bőröndömön. Várom, hogy a te javulsan, várom, hogy a te javulsan. Kinyíljon az aszfalt kövön, s a négyes busz megörögjön. Bőröndödön, bőröndödön. Miért is ülsz itt a köröntön, fekete szín bőröndödön. Várom, hogy a te javulsan. Hogy a te úgy kinyíljon az aszfalt kövön, s a négyes busz megörögjön. Bőröndödön a köröndön, ül a kövön, fekete színű bőröndön. Március végén volt Kosztolányi Dezső születésnapja. Ő is a délvidéken született, szabad kellene, hogy tankosítottuk el a délvidéken. Különben pedig ezt mondjuk játszani, hogy akarsz-e játszani? A játszótársakon akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani, nagy komolyan az asztal főre ülni, borból vízből mértékkel tölteni, gyöngyöt dobálni, semminek örülni, sóhajtva rossz ruhákat ölteni. Akarsz-e játszani, akarsz-e játszani. Akarsz-e játszani, mindent élet,
havas telet és hosszú-hosszú ősz. Lehet-e némán téját írni véled, rubin teát és sárga pára gőzt? Akarsz-e teljes tiszta szívvel élni, maradni hossza néma néma véni? Olyan körülön jártál a magánkban, ez utca sem ő szegény beteg ember, ifjú körész az ablakunkat. Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsony, állat, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt, szillernyi sírást, cifra telekült? Van élni, mert valóra vár. Virágok közt feküdt, mi lenn a földön? S akarsz-e játszani halált? Akarsz-e élni, élni mindörökön? Játékban élni, mely valóra vár. Virágok közt feküdt, mi lenn a földön? S akarsz-e játszani halált? Csak az Istenért élek. Minden állat
idefele, odafele, halkan sír az ukulele. Csiri-piri kuruzsol, a levelet buruzsol, idefele, odafele, halkan sír az ukulele. Csak a címlegének, szomorú az ének, nincsen címlő
kicsikéje már is lesz szegény. Keresik utat, járatból tajról lajra. Kis cipő, kis cipő, egyre csak a szajra. Keresik utat, járatból tajról lajra. Kis cipő, kis cipő, egyre csak a szajra. És nem csak mi énekelünk rajta, hanem még a madarak is. Például a cingi azt énekli, amit hát ahogy ő szokott ügyülni, oda játszottuk. Vannak gyerekek, akik már a madár hangjából fölismerik, hogy melyik dal lesz a következő. Már most pedig a Rigóról fogunk énekelni. Mindjárt két verset egymás után. Egyik kedvencünk Kányádi Sándor bácsi, nem sokára lesz 87. születésnapja. Éppen már haza fogunk élni a május elején, akkor fogjuk ünnepelni a következő Marcibányi Félik koncerten, aki esetleg Pesten jár 30-án, ő lesz a halálka vendége. Na de hát most, legyen egy úr, kellene is elmondani. De most nekünk nagy a hó, halihó, nem fuvolálsz a fekete rigó. Egyet-kettő csitteget, csetteget, kifizeti ennyivel a telet.
Sándor verset, most akkor megint ütünk egyet a felnőtt verset kategóriájához. Ezt még körülbelül a 90-es évek elején kaptuk Sándor bácsitól, még kéziratban volt ez a vers nála. Az a címe, hogy Kuplé a vörös illatosról.
jövet, elveszett az úton, el a török követ, pedig egyenest az isztambuli öreg szultántól jött volna, ha megjön a követ, fényes kísérettel, ahogyan csak jöhet, Konstantinápolyból egy szultán követ, fötte a lovát is, sejem brokát szövet, Miborban, Bársonyban lovagolt a követ, Turbányára forgó, derekára övet, fényes szultánból kapott volna követ, csillogtatta a nap, a sok drága követ, éjszaka sem veszhetett egy ilyen követ. Mégis, amit mondják, enyed táján jövök, Káporrá változott, oda lett a követ. Hogy ez nem tudom hány dal,
de hát annak a fele mondjuk föl is van éve, és néhány hetet is hoztunk. Így néz ki az a hangzó Eribor sorozata, amit egyszer mondtam. Ebben van a Szabó Lőrinc gyűjteményünk, az Arany János és a Kányhárdi dalok gyűjteménye. Ez a CD és egy könyv együtt. Aztán van egy olyan könyvünk, majd a második részben fogunk ebben is játszani. Ez Csíkszeredában jelent meg, az a címe, hogy Ragyog a mindenség, Erdélyi gyerekvers antológia. Csíkszeredában támadt az ötlet a Gutenberg kiadónak, hogy csináljunk együtt egy kiadványt. 24 mai erdélyi költő verse szerepel ebben, és mind a 24-től egy dalt énekelünk a könyvben lévő CD-n. A verse sokkal szebb, sokkal több vers van benne, mint 24, csak ennyi költő. És egy gyönyörű rajzok is vannak benne. Sokan vannak az, hogy hát nyilván nem CD-t veszünk, inkább letöltjük. Van egy olyan kis CD-nk, ez egy válogatás, csak azért mutatom, mert ez olcsó, mint a letöltés. No. Hát akkor még egy Kályári Sándor verse, utána kicsi szünet. Mi oda megyünk közben az asztalhoz, ha valakinek esetleg még magyarázatok, szükséges, hogy melyik van ezen, mi van. És aztán utána folytatjuk. Most pedig Kályári Sándor verse, az egyik legkedvesebb dal, legalábbis ő ezt nagyon szereti. Faragott versiket. Kengyelek a tárja, a kádár bunkája, hából a bankója egy, makovács patkója, hából volt faragott, a föld alatta. Hát akkor most játszunk egy olyan madárról, ami kicsit összeült, neve a
barátjával, a nagyon sokan abból a gyerek nevezből ismertek meg mindenki, és éppen volt valaki, akinek nagyon kedves emlék ez a levez, és dedikáltuk is. Ezt nem is hoztuk magunkra, ezt a dedikált levezt, szóval ez így. Billeg másik, hallgatjuk, hallgatjuk meg, billeg.
billeg ballag, billeg ballag, billeg ballag. Természetesen ez is Kájnyáros Sándor bácsi verse volt. Na, akkor vegyük elő ezt az erdélyi gyerekvers antológiát, a Ragyog a mindenség című, amely gyönyörű rajzok vannak, nagyon örülök, hogy a sorokban megtetszett már így, becsukva is. Zsibog a hegy, szánkozásról fogunk énekelni, Jánki Villanás. Thank you.
állat kell nekünk. Biztos sokaknak valóban van olyan állata. Következő versben tanácsot kapunk Markó Bévától, a kiváló költőtől, arra nézésben, miként válasszuk ki a házi kedvencünket. Talán a hangunk alapján. Balázs kutyát akar, vagy esetleg macskát, de legalábbis egy tengeri malackát. Választhatunk most már ugatás, nyálogás, vagy pedig egész nap csak malac csárcsogás, csár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 c
akkor pedig mindjárt ülni a csárcsogás, mindjárt összevezünk, megyünk egy papagányt, s megtanítjuk nekik a kutyogatást, a vacskajálodást, s a malac csárcsogás, utánozni az ember beszédét, ilyen a szajkó madár is, és most akkor megint visszaugrunk a madaras könyvünkben, van egy szajkó. A szajkó hall valamit, és nem tud gondolkozni, ezért aztán gondolkodás nélkül rá ismétli azt, amit hall. Na most a közönség lesz a szajkó madár, sok kicsi szajkó, meg nagy szajkó, meg szajkó, papa-mama szajkó, és Vörös Sándor szajkó című versét fogjuk együtt elszajkózni, Balázs majd mondja soronként. Tanári karikarika, papíri pariparipa, karika tanári kara, paripa papíri para. Ugye nem nehéz, mehetünk tovább. Tanári karika rika, papíripa, ripa, ripa, papíripa, ripa, ripa, karikata, nári kara, karikata, nári kara, paripa, papíripara, paripa, papíripara. Remek, mintha mindig együtt csináltuk volna, és már csak két sor van hátra. Tanári karika, ripa, papíripa, ripa, ripa, tanári karika, ripa, gyönyörűen halkult el a vége, a legnagyobb előadó művészek képesek ilyen szinten befejezni a sorokat. Jutalomból ugyanezért most a szajkó dalolni fog. Tanári karika, papíri paripariba, karika, tanári kara, paripa, papíri para, tanári karikarika, papíri paripariba, tanári karikarika, papíri paripariba, tanárika, rika, rika, papíri paripa, ripa, karika, tanári kara, paripa, papíri para, tanári karikarika, papíri paripariba, karika, tanári kara, paripa, papíri para, tanári karikarika, papíri paripariba, karika, tanári kara, paripa, papíri para, tanári karika tanári kara, paripa papíri para, tanári karika, papíri paripa, karika tanári kara, paripa papíri para, tanári karika, papíri paripa, karika tanári kara, paripa papíri para, tanári karika, papíri paripa, karika tanári kara, paripa papíri para. Ripa, ripa! Nagyon örülünk, hogy visszatérünk Kárnyáros Sándor, egy
aki azt már mondtuk, hogy Sándor Bácsi kedvenc szerzőnk és atyai jó barátunk egyben, és jó néhány olyan verset írt, ami gyerekeknek szól. Egyszerűen egyet már énekeltük is közösen, hát megpróbálom folytatni ezt a sort. Egy-két olyan dallal, amit Kányádi Sándor versére értünk. Hát az egyik például arról szól, amikor Sándor bácsi sétál, mert ősszel, lehet, hogy ezt a verset mindenki ismeri, nem tudom, otthon Magyarországon eléggé ismerős, főleg a gyerekek körében, és látott egy almafát, az almafán ugye volt egy alma, Sándor bácsi nyújtózkodott, mert le akarta szedni, de nem ért el. Nem baj, azt mondja, majd jön a szél, lefújja, meg elkapom. De nem jött a szél sem. Na és akkor szoktam kérdezni otthon a gyerekekről, mit csinált akkor Sándor bácsi? Hát felmászott a fára, szokták végig is mondani, én megmondom, hogy nem. Aztán szokták mondani, hogy megrázta az ágot. Benyújt a zsebébe Sándor bácsi, elővette egy papírost. A másik zsebébe ceruzát, és írt egy verset. És azt írta, hogy alma, alma, piros alma, oda fenn a fán, ha elérném, nem kínérném. Ami a most. Lesz itt a nál. Na. Alma, alma, piros alma, oda fenn a fán, ha elérném, nem kínérném, leszakítanám, de lefújja elém, de elér nem nincs reményem, várom, hogy a szél azt az almát, piros almát lefújja elém. Sándor bácsi. És megkérdezi tőle, hogy te kis jó, az már nem ész, na,
azt, hogy merre nyájam legelész? De utána azt kérdezi, hát a nyájad merre jár? Dimek, ahol zöld füvet talál. És akkor én a bátrak megszóló kérdést, hallod-e te kis juhász, ha farkas jön, mit csinálsz? Megmarkolom a botom, s a farkast megugratom. Na és akkor el is játszunk, ugye? Körzitek nyájad a réteg, én leszek Kányádi Sándor bácsi, jövök, és megkérdezem tőletek, hogy te kis juhász, merre mész? Persze, hát Szabó Lőnisz nagyon híres fordító volt.
volt, ezért nem hagyhattuk ki azokat a versfordításokból, közül egyet-kettőt, amit ő ültetett át magyarra. Úgyhogy most következzen egy vers a középkorból, François Villon, mindenki ismeri. De hát persze mi úgy ismerjük, mintha egy 20. századi magyar költő lenne, olyan nyelven ismertük meg. A mai franciák nem annyira értik azt a nyelvet már, amit őt használ. Apró képek hallatája. Thank you.
Szárnyával is,
Hölgyeim és uraim, a nagybőgősünk Bece Gábor! Kukulóra, hogy nagyon jól játszik! Radványi Márs! Kitáron muzsikát, Grinus Vilnos! Este meg volt, megszavolva meg volt, este meg volt, megmondt.
Nagyon szépen köszönjük. Viszontlátásra. Eljön a találkozni.